Üdv mindenkinek, Happy Wheels, még egyszer utoljára, hogy Szilágyi apuka életművére diadalmas pontot tegyünk, és hogy befejezzük ezt a sötét foltot csatornám történetében. Szilágyi apukától nem kell búcsút vennetek, mert tudom én, hogy milyen formában fog visszatérni hozzánk, de a Happy Wheels-es vályafutásának ezennel majd véget vetünk, és sokszor kértétek, hogy user leveleket nézzek meg, azt gondoltam, hogy játékszám szerint fogom szortírozni, nem értékelés szerint, mert ha értékelés szerint szortírozom, akkor tele vagyok PewDiePie-os fosokkal, úgyhogy reméljük, hogy találunk olyan hangot, hogy egy kicsit hangosabb, mint én ezt szeretném, de nem baj, ezt a problémát mindjárt megoldjuk. Mindig hangosabb, mint szeretné, az a játék mindig is motorikusan kurva hangos volt, szóval Wipeout. Nézzük hát, hogy Szilágyi apuka, hogy teljesít a Wipeout játékban. Egyelőre szarul, de gyereke még nem halt meg. Úgyhogy az nem, az gyerünk Szilágyi. Ó, oh, szegénykém. Hát utálja a gyerekét, nézem, ezt szándékosan bántja. Ó, majdnem megérdemelt módon meg is halt. Hiszen halálát kívántam Szilágyi apukának. Itt tettem. Na, Szilágyi apuka, gyerünk, ez nem olyan nagy egy kihívás számomra. Odottál egy nehezebb dolgot is akartam. És szerintem a Wipeout műsorban nem halnak meg az emberek. Annyi baj legyen. Próbálj meg újra, Szilágyi apuka. Most biztosan jobban fog sikerülni. Szaladj, szaladj. Lehet, hogy kicsit hát lassabban mennél, és nem próbál ennyire baszott gyorsan mindent megoldok, hogy tehát gyereked is túléli meg te, és neked a nyaka... Szerintek, hogy a nyaki idegeinek ott annyi lett, de nem zavarja. Hoppáré, most itt minden idegének annyi lett, de ez sem zavarja. Semmi probléma, Szilágyi apuka, szerencsére próbálkozhat újra. Milyen disztopikus világban van ilyen tévéműsor, hogy mindenki meghalt. Ez ilyen Hunger Games-szel kombinált... Még több Hunger Games. Csak az emberek nem konkrétan face-to-face nyírják ki egymást, hanem halálos pályákon versenyezzük. A gyereked az neked mindig kurvára megszívja ebben a műsorban részét. Tehát hoppáré. Azt hiszem itt leszünk egy darabig, mert Szilágyi apuka a földi pályafutása, itt a purgatóriumban, hogy itt van örökké, újra és újra életben, mert nem bír átjutni rajta, mindez büntetésül, mindazért a tornadonnával összejött, a felesége pedig ezt ugye a keresztény hitelek szerint megcsatolta a feleségét. Ez nem kivastaba volt a részemből, de legalább mókásra, hogy a fejjel lefelé bicikli darabjai lassan megölik a szerencsétlen. Enyhe kihívást jelent számomra ez a pálya, de nem baj, gyere Szilágyi apuka, gyere Szilágyi apuka, gyere Szilágyi apuka, gyere Szilágyi apuka. Na, ha lehetünk itt óvatoskodók, ha az segít. Nagyszerű. Hát a Szilágyi apuka megy, ez nem kell úgy rohanni, na most kell rohanni, most már megint nem kell rohanni. Egy ilyen óvat, mit csinál? Te át tudsz ott fordulni, hogy meghalsz, nem, de beakadtad az egész kurva játékot, az biztos. Visszafordulni, vissza tudsz? Igen, kezed az nincs, nem baj, nem kell az. Wow, átmész az alatt? Igen. Nézd már milyen menni, aki nem kell... Oké, az szerintem egy kívást van. De akkor úgyis utálunk, hogy leugrani kell, és megfogunk dolgokat, úgyhogy szerintem a Wipeout-ból ennyi elég is. Nézzük, mi más találunk itt. Chaos City az ugye már volt. Valami, ami nem fos esetleg. Próbálj egy névről eldönteni, hogy mi az, ami nem fos, és ezt nehéz eldönteni. Na, valami zombika. És ez nem Szilágyi apuka, hát ez szörnyű, mi ezzel nem játszhatunk, hanem Szilágyi apuka. Nekem olyan kell, ami Szilágyi apuka. És én ezt tudom is garantálni, hogy... Ő lesz itt. BMX Park 2. Ezt nem tudom, játszottam én már ezzel? Hát, szerintem már igen, de ha tettük volna, akkor is Szilágyi apuka nagyobb menő, szeretne felszedni egy csajt, úgyhogy bemutatja csodálatos BMX-es képességeit, de viszi magával a gyereket, mert tudjátok, semmivel nem lehet jobban csajozni, mint egy biztonsági jobb nélkül a hátsó ülésen ülő gyerekkel, aki nagy valószínűsége meghal. Ez a gyerek a világ legszerencsésebb gyereke, hogy egyelőre nem döglött meg. Miért raknálják ebbe egy halott tüskét ebbe a BMX karba? Hoppá, szegény kis gyerek. A számra rejté. Erre mondhatom, hogy lószar. Szerintem mondhatom, hogy lószar. És emlékeim szerint ezzel már játszottuk úgyis. Na mi van még? Itt a híd nyilván, amit szeretünk.
Ezért mit kínál nekünk? Tekken 3? Nem tudom ez micsoda, de nézzük meg, de feltétlenül Szilágyi apuka családját erre. Wow, mi van? Úristen, elvitték Szilágyi apuka gyerekét. Oké, úgy látik itt nekem nem kell olyan sokat sztoriznom, mert a játék megteszi helyettem. És még szintek is vannak. Mi az Isten? Oké, szerintem itt nekem nem kell különösebben sok kommentárt garantálnom. Azt a számít, hogyha ezt állandóan meg kell itt néznünk, ha minden sarkokon meghallgat, ami elég idegesítő. És itt végig kell mennem minden egyes alkalommal, ami szintén nagyon idegesítő. Úgyhogy próbáljuk meg egyből jól megcsinálni. Igen, egyszer működött, kétszer nem fog. Közelítsük meg a pedofilt tehát. Aki, minden pedofilnak ilyen szuper biztonsági rendszerre tudja. Nincs itt szükség semmi erőszakra. Egyszerűen ez utálta a kollégáját, azért döfte, hogy megy, ez minket nem támadott meg, az fix. Hajtsát a hullákon, sallalalala. Hörjön fenn a kereket, hogy ettől megold magad pontosan. Gyereke biciklülésének annyi. Ember a nagy puskával, én ettől... Oké. Na de ezt én nem akartam. Na és most hallhatok meg megint. Milyen nagy... Mi? Beszorultam konkrétan? Mit néz ki? Örökre sétált ember a nagy puskával. Szerintem én mégis el fogok vele bírni itt. Vagy ha nem legalább viccel. Mit tologatsz? Mit csinálsz? Te ez lőtt és én nem haltam meg. Mi az Isten? Itt nagyon sok a pedofil. És ez az ember még nem halt meg. Azt hiszem sikerült teljesen elbasztom a játékot. Nem baj. Elég szórakoztató. Itt a valóságban nem meghalt kettes számú őr, aki most már a barátom. Még ha a viselkedésé ez nem is látszik. Nagyon sok a pedofil. Elgitter az egyetlen barátom. Wow! Mi? Mi? Oké. Eleget láttam, ezt nem fogom újra végigcsinálni. Azt hiszem... Mi férne még bele Szilágyi apuka utolsó kalandjaiba? Igen, fusson le itt a rengeteg... Szilágyi apukát megpróbálják kivégezni. De ebben azt hiszem egész jó volt, hogy ez a gyerekem láthatjuk kevésbé. Ebben a műfajban látom, hogy már nehezebb lesz. A jót azt nem így írják. Hurrá! Ja, és ahol nothing here ott valójában meg nyilván nem semmi nincs, hanem egyetlen egy érme, ami nekünk létfontossága az, hogy nyerjünk, jól gondolom. Nem. Akkor nem tudom, miért nem nyertünk. Talán azért, mert Szilágyi apuka meghalt. Ez engem nem aggaszt különösebben. Mondjuk várostrom. Nem tudom ez micsoda, de csináljuk. Ostromoljunk meg egy várat. Itt van még egy ember, még egy ember. Búú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 ú
azt kell kitalálni, hogy Szilágyi apuka miért akar megostromolni egy várat. Szilágyi apuka azért akar megostromolni egy várat, mert... nem tudom. Hát neked nincs kezed, remélem nem zavar. Urá, ben vagyunk a várba, hoppá, lőnek ránk, hoppá, igen, nem különösebben zavar, hogy miért hozom magamba a gyerekemet ide, azt nem tudom. Nem baj, Szilágyi apukájuk hadvezéri ambíció is voltak még az óvodában, és ez most így a felszínre tört. A pszichológusra hiába mondta, hogy igazán nem kéne a középkori játékok, játékedeket a szórakoztató piknikes hetet megzavarni az, hogy ezeket az ambícióit kikérje. Gyerünk, gyerünk. Mi van itt? Hoppá, vörös szőnyeg. Nincs itt a király, lehet kiugrott az ablakom. A király kiszoktak ugrani az ablakokon. Hoppá, Szilágyi apukát felnyársolták. Elhanyagolható apróság. Gyerünk, próbáljuk meg újra. Nem tudom, miért felejtettem, hogy a híd alá nem érdemes bemenni. Ez kicsit a gyaloggal
gyaloggalop idevágó részére emlékezett. Takarod vissza, hoppá, micsoda 360 MLG no scope. Gyerünk, 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 gyerünk. Nem biztos, hogy Szilágyi apukám egészségének jót tesz, hogy egy óriási fejszel áll ki a fejével. Na, gyerünk, nyissátok ki azt a kaput. Őket ez fájni fog. Nem annyira, mint gondoltam, hogy fájna. Áó! Szegénynek a nyaka most fáj, most így ilyen nyakfájás csillapító, olyan gondolom nincsen, külön csak a nyakfájás csillapítja. Minden esetre neki kellene egy olyan, ha létezne ilyen. Nem tudom, már nem tudsz felhajtani egy lépcsőn, Szilágyi apuka, csak azért ne beléd állt valami? Lendülettel, így már működik. Irány, hogy a királynak a trónján van egy korona, hogy minek a számomra rejtény. Na igen, most ez nem jött be. Vagy de bejött. Valami fáj nekünk. Valami véget ér, valami fáj. Gyereknek annyi. És belém áll egy dárd, de nyerek. Húha, elkaptak. Mentő, postás, vasutas, ez engem különösebben nem motivál. De fejezzük be Szilágyi apuka történetét, ottal szerintem elkezdtük. Emlékeim szerint az ezen a hídon volt, amikor nagyon sietett a szülői értekezletre, és szerintem, mondom, Szilágyi apuka más formában vissza fog térni, higgyétek el, de nézzük meg, mi történik, ha Szilágyi apuka tényleg odaér a szülői értekezletre. Meglátja Tonna Donnát szívszerelmét. Hát előtte egyszer-kétszer lezuhan a hídról, de közben látványosan pörök, hogy szórakoztasson minket. Az egyiket érdekel, hogy mi történik, ha én csak ott lehullok és nem halok bele a tüskékbe. Mindjárt nézzük. Hát az, hogy a gyerekem belehal a tüskékbe, nekem nem maradt kezem, illetve maradt, de az így leszakadt. Mi van, ha itt végigmegyek? Sej, de gyanúm szerint a nagy büdös semmi. Ja, a nagy büdös semmi. Mély méltó befejezés ennek a kis kísérletnek. Szilágyi apuka véres cafatokban marad. Na de nézzük meg, Szilágyi apuka, mint már mondtam, szülőire siet. Gyerünk, 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 gyerünk. És egyszer odaér és bevallja szerelmét Tonna Donnának. Hoppáré, nem kell neki sisak sem, nagyon, ez így ilyen őrültben viselkedik, mert megrészegül a szerelemtől, és próbálja összeszedni a bátorságát arra, hogy megtegye a nagy vallomását. Az utolsó pillanatban eltáltozódik és megdöglik, de nézzük meg, mi történik újra. Hát, ha most kicsit bátrabb, Szilágyi apuka kicsit több szíverősítőt fogyasztott most, lehet, hogy kicsit jobban dülöngél, a gyerekét elfelejtette bekötni, de hát mindenképpen készen akar állni arra a nagy pillanatra, hogy Tonna Donna elé álljon, és azt mondja neki, hogy hát én megbasználok téged, és meglátjuk, hogy mit szól. Hát így valószínűleg nem sokat, mert Szilágyi apuka azt akartam mondani, hogy egy nyomorék lett, de hát most már egy halott. Próbáljuk meg újra. Ugye a szerelmi vallomásnak elég fontos kikötése, hogy a szerelmet valló egyén életben van. A másik nem feltétlen kellene lenni, ezt irodalmi, filmügyi ismereteinkből tudjuk. És nem zombi filmekre gondolok, agyatlan idióták. És nem csak a zombi itt az agyatlan idióták. De Szilágyi apuka talán most, nem most is sikeresen elcseszi, szerintem konkrétan lassítani kell egy kicsit, hogyha azt akarom, hogy bármi esélyem legyen. El tudok így odaítni? Biztos, hogy nem, mert talán a saját karomon megakadok. Próbáljuk meg újra, hogy Szilágyi apuka beteljesítse küldetését. Mert... Szilágyi apukát most már csak a szerelme viszi előre, de az nagyon. Véres cafatokban, és lehullik, és ismét kudarcot van. A random felkiáltója, ez milyen híd, ez ki engedélyezte, hogy ez a híd így romokban itt maradjon? Mi ez, ilyen Golden Gate Godzilla után, vagy... El sem tudom képzelni. És miért hívnálsz bárki Speed Bridge-nek, ha már itt tartunk? Tehát nem kellett volna lassítanom, mert belefért. Ugye a probléma majd itt lesz, hogy ez történik. Itt kell szerintem egy csöppet lassítani. Azt hiszem, az okoztalan sok próbálkozásomba telik, és nehéz fenntartani a költői fenségességet, ami mindig is jellemző volt a Happy Wheels Let's Play-re, ugyebár. Igen, hogy egyszerűen kiszalad a kerék, és nem is nyomok semmit, tehát nem az én hülyeségem.
ez most az enyém volt, ez letesztelt, de ez más. Hoppáré, hát ez itt minden elég sebesség, de nincs el semmi szükség, hogy sebessége jön az embernek, itt csak itt le ötszen. A probléma majd itt jön. De talán most kivételesen nem, de ugyanúgy, Szilágyi apuka, Szilágyi apuka, Szilágyi apuka egyszerűen lecsúszik, ami kellemetlen. De nem tudom, mi történik ilyenkor, hogy hopp felugrik. Wow. És Szilágyi nem tud a gyereke nélkül élni, legalábbis nem lenne ürügye, hogy beiszol a szülő értekezetre, úgyhogy kiírja magát. Próbáljuk meg újra. Hoppá. Nem kell neki a gyerek, mostantól kezdve szabad, igazi aglegény, aki csak azért megy oda, amit valójában mondani akar. Vagy nem. Szilágyi apuka, ön egy kudarcos élő lény. De talban nem foglalnám a nevét, azért az igazán ostobaság lenne a részemről, főleg az... Mi az is? Miért történnek ezek a rand? Esküszöm, egyetlen gomba, amit nyomok, az előre nyíl ilyenkor. Nyilván nehéz ezt demonstrálnom. De. Na, akkor megint. Hoppáré, nem baj, aerodinamikai szempontból előnyös és lehet, hogy egy kis produkció. De van szorulva a karod a lábad alá, vagy nem is tudom micsoda, és most talán darabokban, de Szilágyi megint nem oldja meg a problémát. Úgyhogy Szilágyi apuka, én azt mondom, más helyen, más időben. Kiderült, hogy a szülői értekezlet elmaradt, tonna-donna nincs itt. Úgyhogy Szilágyi apuka megfogadta, hogy meg fogja keresni Tonna Donnát, és ez a kutatás egy nagyon különös helyekre fogja vinni, de előtte halljon meg azért még egyszer. De hogy hova ment Szilágyi apuka és mi történik vele, ez egy másik videósorozatból fog kiderülni. És ez bizony legközelebbre marad.